Már az első percekben kiderült, a nagyatádi Rinyományi KC nagyon felkészült a szekszárdi csapatból. Az előretolt hatos falas védekezésből mindig volt kilépő Nagy Szilviára, Szabó Jankára, vagy éppen Csajka Elizára, akiknek a zabarókkal, sáncolókkal kellett megküzdenie az átlövés gólokért. Több-kevesebb sikerrel birkóztak meg a szekszárdi gólemberek az ellenfél masszív védőfalával. Az atádiaknak már egyszerűbb dolgok volt, mert a szekszárdi védekezés bizony aggasztóan nyitott volt a szó negatív értelmében. Legfőképpen eme játék eredményes űzéséhez szükséges, minimális agresszivitás hiányzott a súlyban, magasságban egyébként is hátrányban levő hazai fekete gólyáknak. Mégis csak egy gól volt a különbség a félidőben, 12-11-et mutatott az eredményező, és a gólyák támadójátéka alapvetően nem volt rossz. Csajko Eliza és Kapás Tekla középről, illetve szélről eredményes tudott venni, és időnként továbbra is nagyon őrzött Szabó Janka és az irányító átlövő Nagy Szilviának is elsült a keze. Ám a szekszárdiak belső középső védekezése továbbra is olyan volt, mintha valójában ezen a szinten nem is lett volna. Szélről középről gyorsindításból szórták a gólokat a somogyák, elmentek 5 góllal. Dicséretére legyen mondva a szekszári csapatnak, hogy innét vissza tudtak jönni 2-re, de továbbra is alapvető gondok voltak a védekezéssel, és 29-24-es nagyatádi győzelemmel zárult a kiesési rangadó. Egész évben a védekezésünkkel van a legnagyobb probléma. Nincsenek olyan játékosaink, akik agresszíven tudnának védekezni. És ugye rengeteg gólt is kaptunk ez miatt. Van 2-3 ember, aki védekezik, akar védekezni, a többi is akar, de nem tud. Nyertünk meccset, ez így igaz, de akkor jobb volt, sokkal jobb volt a támadójátékunk. Azért a mai a 24 gólt lőttünk, én úgy gondolom, hogy azért zicsereket hagytunk ki. Olyan átlövés gólokkal lőttük telibe a kapust, amit meg sem kellett mozdulnia. Tehát ezeket nem lehet ilyen szinten már kihagyni. Mindez nem kisebbíti a vendégek győzelmét, ami már biztosan osztályzót ér számukra. Ők pont azokkal az erényekkel rendelkeztek, amivel a szekszárdiak legalábbis ezen a meccsen egyáltalán nem. Egész héten arra készültünk a védekezésben, hogyan tudjuk megoldani a Szekszárdnak a 3 átlövőjét, hiszen a videók alapján is látszott, hogy ők azért elég sok gólt tudnak okozni, külső zónából tudják eltalálni a kaput. Mi erre készültünk egész héten, ezt nagyon szépen meg is oldottuk, úgy gondolom helyek közzel azért meg voltak oldva a távoli zónában a lövések, elől pedig küzdöttünk úgy, ahogy most már hetek óta helyzeteink megvannak, a gólokat nem tudjuk, vagy az icereket nem tudjuk gólokra vártani. Az NB1B-be tavaly nyáron visszatérő szekszárdi csapat súlyban, magasságban bizony nem tudja felvenni a versenyt az NB1B többi csapatával, ami legfőképpen a védekezésben objektíven létező, nem könnyen áthidalható hátrányt jelent szinte minden meccsen. Valóban súlyban, méretben, testfelépítésben nem vagyunk NB1B szintűek, viszont az agresszivitást azt nem kell, azt hozni kell. Tehát védekezni nem úgy kell védekezni, én 2 méter magas vagyok, hát védekezni tudni kell. Tehát ahhoz, hogy én tudjak védekezni, agresszívnak kell lennem. Tehát ez az agresszivitás hiányzik, akkor cseszhetem az egészet. A látottak alapján fölvetődött, több játékos ilyen nyomás alatt a bentmaradás szempontjából különös jelentőséggel bíró meccsen gyengében teljesített, mint egyébként szokott. Nagyon nyomott bennünket a tét is, én úgy gondolom, nagyon sokat nem szoktunk ennyit hibázni támadásban sem. Most kirívóan magas volt a támadásban a hibánk, rengeteg elhatott labdáink voltak, és amikor végre följöttünk 2-re, és volt még vissza 6 perc, akkor ott belebetésztünk megint. Tehát ott megint volt 2-3 eladott labda, kapusba belelőttük, ebből leindultak, és a 2-ből lett 4, és ott vége volt a mérkőzésnek. A szekszárdi fekete gólyáknak nincs már több meccse, míg a kiesés szempontjából veszélyeztetett riválisok még gyűjthetnek pontokat.